Mivel a Nyírbátor korábbi edzője, Ambrusz Árpád csatlakozott a Nyíregyháza Spartakusz szakmai stábjához, a klub vezetőjének új edző után kellett nézniük. Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, fiatal, helyi kötődési szakember esett a választás. Szilágyi Krisztián korábban játszott a bátori csapatban, edzőként pedig az utánpótlásban dolgozott, mellette bajnoki címig vezette a Nagydöbos csapatát a megyei harmadosztályban. Az NB3 keleti csoportjában legutóbb 7. helyen végző Nyírbátori FC játékos kerete még alakul, ahogyan az ilyenkor lenni szokott, vannak távozók, érkezők és próbajátékosok is. Fekete Kincel és a Rossz Elők ők távoztak, és ugye történt egy szorosabb együttműködés Nyíregyházával, aminek köszönhetően 5 U19-es játékos érkezett hozzánk. Őket még teszteljük, de valószínű, hogy a csapat, és a valószínű, hogy le fogjuk őket igazolni. Sárosi Máté, Gajdos Gergely, Kovács Erik, Fehér Martin és a Szegedi Bence érkeztek Nyíregyházáról. Vannak folyamatosan próbajátékosaink, teszteljük őket, aztán még vannak hiányposztjaink is, de reméljük, hogy mire kezdődik a bajnokság, kiegyensedünk és az elképzelt kerettel tudunk nekivágni a bajnokságnak. A nyírbátoriak rutinos középpályása Müller Zsolt az elmúlt évekhez hasonlóan kiegyenlített bajnokságra számít. A keleti csoport mezőnyében ott lesz a megyebeli újonc Csényő, valamint az NB2-ből kiesett Szolnok is. A színvonal szerintem mióta én itt játszom, az hasonló, talán egy picit mindig jobb, de nem is azt mondom, hogy a színvonal annyira magas, hanem nagyon sok hasonló csapat van. Most nem is tudnák olyan csapatot kiemelni, aki azt mondom, hogy biztos, hogy bajnok esélyes, mert szerintem a Szolnok biztos, hogy fiatalokkal fog nekivágni, ahogy mondogatják. Aztán így nem nagyon lehet említeni senkit szerintem, aki biztos, hogy bajnok esélyes lesz. Ugyanolyan bajnokságra számítok, mint az utóbbi 2-3 évben, hogy marha szoros lesz az eleje, a vége, úgyhogy nagyon-nagyon lutri lesz az egész. Egy-egy győzelemmel nagyon nagyokat lehet lépni, de egy-egy veressége viszont szerintem nagyon nagyokat lehet bukni. A bátoriak a héten napi 2 edzéssel készülnek, közben szerdán a Balmazújváros, szombaton pedig a Nyíregyháza Spartakusz ellen lépnek pályára Müllerék. A jövő héten a Deac és az Ibrány ellen játszik Szilágyi Krisztián együttese. A bajnokság augusztus 4-én rajtol az NB3-ban.